Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Longauer Andrást hallhatják, a vonalban pedig itt van már velünk Horváth József biztonságpolitikai szakértő, az Alapjogokért Központ elemzője, akit nagy szeretettel köszöntünk a műsorban, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mindenek előtt onnan indítanánk a beszélgetésünket, hiszen nagyon sok fejlemény tematizálta akár az orosz-ukrán háború körüli kérdéseket is az elmúlt napokban, hogy ugye történt a Kahovkai gátnál egy robbantás, ami azért nagyon sok kérdést felvetett. Mik a most napvilágot látott információk alapján, mit lehet elmondani, mik a friss információk, kizárható a baleset? Nem zárható ki a baleset, tekintettel arra, hogy az tudott volt már a háború kitörése utáni hónapokban, amikor az orosz csapatok elfogalták a gátat, hogy akkor aláoknázták ezt a gátat. Tehát a, az abszurdum, azt sem tudjuk kizárni, hogy egy vétlen robbantás történt, akár egy műszaki hiba, akár egy rövid zázat, vagy bármi más is megtörténhet, akár egy villámcsapás is. Tehát ebből a szempontból a balesetet nem tudjuk kizárni. Ahogy arra még nem tudunk választ mert ezzel kapcsolatosan egyértelmű, hiteles információk nem keletkeztek, hogy a két hatban álló fél közül melyik hajtotta végre ezt a robbantást. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb azért ki fognak szivárogni ezzel kapcsolatos információk tekintettel arra, hogy úgy az amerikai, mint az orosz fél azért műholdakkal a frontvonalat szinte minden nézett centiméterét folyamatosan figyelemmel kíséri nem sokkal ezt követően egy ammónia vezeték is megsérült, illetve felrobbant, illetve ennek egyébként civil áldozatai is lettek már, mint hogy megsérültek ezek az emberek, és később ellátásra szorultak. Az átlag emberek, akik hírfogyasztóként szembesültek a, a következő történéssel, nagy megrökönyödéssel tapasztalhatták, hogy a kátot követően egy másik infrastruktúrális létesítmény is támadás alá került. Mit lehet erről az eseményről elmondani, itt, itt mik a, az előtérbe került információk, itt azért tisztább a helyzet, mint a gát esetében, vagy hasonló helyzetről beszéltünk? Egyrészt hasonló a helyzet, másrészt abban a szempontból tisztább, hogy ez nyilvánvaló, hogy egy válaszreakció. Magyarán szólva, akármelyik fél követte el a kahufkai gát elleni robbantást. nagyon nagy eséllyel a másik fél volt az, aki erre, mint egy válaszul egy újabb olyan infrastruktúrális berendezést, egy rendszert támadott meg, amelyet idáig a háború során nem tettek. És én azt gondolom, hogy ebből a szempontból, ha nézzük az eseményeket, akkor azt látjuk, hogy egyre mélyebbre süllyedünk ebben a háborús mocsárban, és ez a válasz, a reakció arra egy újabb válasz, tehát innentől kezdve ez nagyon nehéz ebből a spirálból kitörni bármelyik félnek, és amit most látunk, az, az, valójában azt mutatja, hogy mindkét fél törekszik arra, hogy a háborút a előttünk álló hónapokban az őszi esőzések beáltái igyekeznek döntésre vinni. Sokokban felmerülhet az a kérdés, hogy most, hogy Úgymond minden napra jut egy ilyen vagy ehhez hasonló esemény, ebből azt következik, hogy emelik a tétet, és ez várható lesz a következő napokban, hetekben, hónapokban, hogy hasonló események megismétlődnek? Abszolút mértékben igen. Én azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy hónapok óta a világ figyeli azt, hogy mikor indul el az ukránok által nagyjegyű ellen támadás, és erre utaló jelek az elmúlt hetekben egy-egy próbálkozásban már láthatóak voltak. Nyilvánvaló, hogy úgy a nyugati szponzorok, mint a média egyfajta elvárással nehezkedik rá a ukrán fegyveres erőkre. Tehát lépéskényszerben vannak, az oroszok pedig igyekeznek ezt az ellentámadást csirájában elfolytani, amennyiben erre lehetőségük. Valóban úgy gondolom, öntő szakaszához érkeztünk a háborúnak, tehát hogy mind a két fél úgy tekint az előttünk álló időszakra, hogy most vagy soha alapon mindenki megteszi a tétjeit, aztán majd látjuk azt, hogy ez valójában mire lesz elegendő úgy ukrán részről, illetve az oroszok részről, is hiszen orosz részről már azt kommunikálják, hogy az ukránok megindítják az ellentámadást, ők azt igyekeznek megállítani, és arra válaszul, orosz részről is megfogalmazódott, hogy egy elsőprő rohamra készül az orosz hadsereg, amit megint csak azt mondom, hogy egy erős kételjel kell fogadni. Az elképzelhető, -e, hogy sem az oroszok, sem az ukránok nem voltak mondjuk ezeknek a, az helyzeteknek az előidézői, hanem valakik így okoznak káoszt, vagy így akarnak közbeavatkozni? É önnek tökéletesen igaza van, ez a forgatókönyv is pillanatnyilag még kint van az asztalon. Annál is inkább, hogyha emlékszünk arra, hogy az elmúlt időszakban azért egyre másra keletkeztek információk arról, hogy úgy ukrán részről is, mint eddig az orosz részről tudjuk a Wagner zsoldosokról, de ukrán részről is, hogy diverzáns akciókat ilyen szabadcsapatok, zsoldosok hajtottak végre, akikkel kapcsolatban az ukrán vezérkar azért időnként elhatárolódik, mondvá, hogy ő nem is tudja azt, hogy honnan szereznek fegyvert, kiktől kapnak utasításokat, amit megint csak nem szabad nekünk így egy egyben elhívni. De hogy egy-egy ilyen elszabadult csapat akciójáról lehet szó, pillanatnyilag még ezt sem zárhatjuk ki, hiszen ezek a külföldi zsoldos csapatok időről időre annak dolgoznak, aki megfizeti őket. De Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ezt a forgatókönyvet még nem tehetjük le az asztalról. Egy másik érdekes szempont lehet a következő, hogy a hírszerzés a megelőzésnél hol vesz szerepet, hol vállal szerepet. Egy aktualitás mentén is érdekes ez a kérdés, hiszen Joe Biden amerikai elnök jelenlegi adminisztrációja kapcsán merültek fel most olyan gyanúk, ugye a szivárogtatott Pentagon dokumentumok kapcsán, Amelyek arról szóltak, hogy akár Afganisztán esetében, akár egyébként az északi áramlat vezeték felrobbantása esetében rendelkeztek olyan titkos szolgálati információkkal, amik alapján akár tehettek volna megelőző intézkedést. Mit lehet erről elmondani, hogy mennyire igényel ez egyfajta kockázatvállalást akár a titkosszolgálatok részéről, hogy az ilyen információk alapján cselekedjenek, vagy ilyenkor szándékosan ők döntenek úgy, hogy nem avatkoznak közbe? soha nem a hírszerzés dönt ilyen kérdésebb, hogy közbeavatkoznak vagy nem, ez mindig főső politikai, stratégiai döntés. A hírszerzés, hogy úgy fogalmazzak, akkor végzi el jól a felbetát, hogyha lehetőség szerint a politikai döntéshozók asztalára minél hamarabb letesz olyan releváns információkat, amely alapján a politika döntéseket tud hozni. Így például a tekintetben, hogyha igazak a hírek, hogy mondjuk az északi áramlat felrobbantásának tervéről az amerikai hírszerzés már hetekkel vagy akár néhány hónappal előbb is tudomást szerzett, ez nyilvánvalóan alkalmas volt arra, hogy az amerikai kormányzat eldöntse, hogy most közbeavatkozik a szövetségeségnél, vagy nem. És akár ezt a közbeavatkozást úgy is értem, hogy akár megakadályoz egy ilyen akciót, vagy éppenséggel ösztönzi és támogatást nyújt technikai, műszaki oldalról, vagy akár anyagilag is. Tehát itt sokféle variáció elképzelhető. Egy jól működő hírszerzés, még egyszer aláhúznám, az ilyen kérdésekben önálló stratégiai döntés soha nem. Ugye az is fölmerül ezeknek a kérdéseknek az esetében például, hogy akár Zelenszky nem tudott például bizonyos ilyen akciókról, ugye ebben az olvasatban ugye arról beszéltek bizonyos sajtóorgánumok az Egyesült Államokban, vagy arról számoltak be, hogy ezek az információk eljutottak ugye az adminisztrációig, ahogyan ön is említette, hogy ők nem, nem maga a hírszerzési szolgálat hozott volna a döntést, hanem a vezetés, de ugye ez nem történt meg ezzel kapcsolatban konkrét intézkedést, erről nem tudtak beszámolni ezek a sajtóorgánumok, Viszont például azt kiemelték, hogy Zelenszki például, ha az ha az olvasat igaz, ugye az ő ebben a, a dokumentum szivárgásban előkerült információk szerint ukrán kötődésű erők lehettek bizonyos esetekben felelősek, hogy ott például Zelenszki nem tudott ilyenekről. Ilyen elképzelhető, hogy vannak ilyen önálló, vagy legalábbis nem közvetlenül ellenőrzött akciók, amikről Zelenszky, ő például ő személyesen nem tudott, vagy, vagy nem volt rá közvetlen befolyása? egyrészt azt kell mondjam, hogy igen elképzelhető, hiszen egy háború során azért alakultak olyan kaotikus viszonyok, ami alapján éppenséggel az információk nem jutnak el a döntéshozók lefelső szintjék, vagy késedelmesen jutnak el. Ám ebben a konkrét esetben azt gondolom, hogy sokkal valószínűbb az, hogy itt egy olyan fajta média fölmentési művelettel állunk szemben, ami arról szól, hogy tulajdonképpen Zelenszki elnök nem is tudott róla, ebből, hogyha egyszer eljutnánk, és reméljénk szerint mi hamarabb akár egy tűzszüneti tárgyalásokhoz is, ezzel szalonképessé tegyék Zelenszki elnököt, hogy az oroszokkal le tudjon ülni, az oroszok elfogadják tárgyalópartnernek, mondván, hogy ő nem tudott egy ilyen diverzás akcióról, ezért aztán szalonképessé tisztára mossák a nevét, és alkalmasát tegyék egy ilyen tárgyalásra, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy nem, nem hihető az a forgatókönyv, ebben a szigorúan hierarchizált és mereven irányított ukrán rendszerben, hogy Zelenszky elnököt egy ilyen információról nem tájékoztatták volna jóval az akció megindulása előtt. Éppen ezt talán azt talán az is, hogy maga Zelenszky elnök hangfelvétele szivárok ki, szivárok retják ki tudatosan ismét csak az amerikaiak, amiben arról beszélt, hogy a barátság külön vezetéket fel kell robbantani. Ugye jogosan merülhet fel bizonyos emberekbe akár az a kérdés is, hogy akár az, az afganisztáni helyzetet figyelembe véve, akár az északi áramlat helyzetét, illetve utólagos előkerült információk alapján történő megítélését figyelembe véve, nem úgy tűnik, mintha akár hosszabb idő, hosszabb, kevesebb idő eltelte után nagyobb eséllyel lehetne megtudni, hogy mi történt valójában. Akár a mostani robbantások kapcsán mit lehet elmondani, mennyire van arra esély, hogy előbb vagy utóbb ö, konkrét, tényszerű információk mentén kiderül, hogy mi történt igazából? Én azt gondolom, hogy erről jelentős esély van. Egyrészt azért, mert eh, itt az orosz ukrán háború kapcsán amerikai részről időről, időről időre tudatos kiszivárogtatást tapasztalunk. Tehát amikor az amerikai stratégiai érdekek úgy kívánják, akkor igenis, hogy úgy mondjam, megregulázzák ezekkel a kisziváltatott információkkal az ukrán vezetést, amikor pedig érdekek úgy kívánják, akkor mondjuk összezilálják a médián keresztül a közvéleményt, és idekeznek dezinformációkkal orientálni az embereket egy adott irányba. Másik oldalról pedig azt se felejtsük el, hogy a háború kitörése óta a frontvonalat úgy az amerikai, mint az orosz műholdas rendszerek némi túlzással, de minden négyzetcentiméteri folyamatosan figyelemmel kísér. Tehát a, gát felrobbantása, vagy most az ammónia vezetékeni támadás vonatkozásában én azt gondolom, hogy a műholdak felvételei amerikai és orosz vezetői, hírszerzői elemzői asztalokon ott vannak. A kérdés az az, hogy mikor jön ez a pillanat bármelyik oldal, amikor gondolják, hogy az adott érdekeik úgy kívánják, hogy ezek az információk megjelenjenek, de én azt feltételezem, hogy előbb-utóbb ilyen információk elkezdenek majd kiszivárogni. Arra mekkora esélyt lát, akár ezekkel a korábbi Pentagon kapcsolatos szivároktatások mentén előkerült információkra alapozva, hogy a jelenlegi a gát, illetve az ammónia vezeték elleni támadásokról mennyi titkos szolgálati információval rendelkezhetett az Egyesült Államok, hiszen akár az afganisztáni helyzetben, akár az északi áramlat vezeték elleni támadás kapcsán kiderült információkból arra lehetne következtetni, hogy az Egyesült Államok sokszor jár pár lépéssel előrébb, és mégsem tesz preventív lépéseket. Valóban így van, azt én azt gondolom, hogy azt, ahogy ön is említette, akár az afganisztáni menekülésszerű kivonulásnál, de még inkább itt az orosz-ukrán háború kitörése óta, azért arról mindig kiszivárogtatnak az amerikai információkat, hogy gyakorlatilag ők a teljes ukrán vezetést okkal vonóval lehallgatják. És a lehallgatás megy nyilvánvaló, hogy a egyéb kommunikációs csatornákat is figyelik. Ebből adódóan én azt gondolom, hogy az ezzel kapcsolatos információk nyilvánvalóan, hogy kint vannak az asztalokon. Az, hogy egy hírszerzés mikor lép ezekkel az információkkal kapcsolatban, az megint csak politikai döntéshozatali kérdés. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy a hírszerzés az amerikaiak részéről Ukrajnában egyrészt valóban, vagy a legmélyebb információkkal rendelkezik, másrésztről pedig adott esetben befolyásolási képességgel is rendelkezik, hiszen ne felejtsük azt el, hogy Ukrajnában már a háború kitörés előtti időszakban is tanácsadók, szakértők és egyéb specialisták, külföldi cégek alkalmazottjaiként, de nagy számban jelentek meg, akik az ukrán katonai, politikai, titkosszolgálati Területek felé jelentős befolyással bírnak. Arról mit lehet elmondani, hogy a jelenlegi helyzethez, illetve kialakult balesetekhez vagy támadásokhoz hasonló helyzetek meg fognak állni Oroszország határaim belül és Ukrajna határaim belül? Ugye beszéltünk arról, hogy lehetséges hasonló eseményeknek a további bekövetkezése, illetve ezekre lehet számítani, hogy ezek megállnak a határokon belül vagy fel lehet készülni a legrosszabbra, hogy akár ez kiszivároghat, kiterjedhet az ő felhatóságok vagy területükön kívülre is. Azért erre ne felejtsük, hogy már volt példa az elmúlt hónapok során, például amikor Lengyelország területére csapódott be egy rakéta, és az ukránok azonnal az oroszokat vádolták meg, később derült ki, Ukrajnából kilőtt és megsemmisült rakétának a maradványai voltak, de emlékeztetnék arra is, amikor Ukrajnában elindított drón, az Horvátországban landolt, átmenve Románián, Magyarországon is úgy érkezett el Horvátországba, és ehhez talán még annyit tegyünk hozzá, hogy ennek a lehetősége akkor növekszik meg, amikor adott esetben az egyik fél, és konkrétan mondjuk az ukránok részéről, az a lehetőség merül föl, hogyha a fronton nehéz helyzetbe kerülnek a katonáik, hogy külföldi támogatókat vonjanak be a jelenlegi beszállítói segítségen túlmenően is. Magyarán, hogyha úgy értékeli az ukrán vezetés, hogy az orosz támadást akkor tudja megállítani, Hogyha ezt a háború tovább eszkalálja, és arra ösztönzi a nyugati szövetségeseit, hogy akár zsoldosok, kvázi önkéntesek formájában is, de humán támogatást is nyújtson neki, hiszen látjuk azt, hogy az ukrán hadsereg nem csak lőszerben, fegyverben, tartalék alkatrészben szenved hiányt, hanem alapvetően jó képzett katonából is egyre kevesebb van. Náli. Elmondható, hogy ezek a az ilyen, akár a lengyelországi rakétához hasonló helyzetek a közeljövőben akár megismétlődhetnek, és ez egyfajta olyan eszköztárként, vagy egy olyan eszközként marad Ukrajna asztalán, mint egy opció, amelyel esetleg beránthatnak szövetségeseket. Tehát ezt, ők ezt tudatosan használják? Elképzelhet, hogy ez egyfajta eszközként van a kezükben, és arra várnak, vagy nem várnak, hanem esetleges opcióként ez a közeljövőben benne van, hogy erre kísérletet tesznek? abszolút mértékben. Még egyszer aláhúznám, hogy ez abban az esetben élesedhet egy ilyen opció, hogyha a fronton az egyik fél ki tud harcolni egy, egy szabad szemmel is jól látható fölénk. Magyarán, hogyha az, tételezzük fel, hogy a ukrán ellentámadást az oroszok sikeresen kivédik, és valóban sikerül egyfajta megfordítva, de orosz támadásra átfordítani ezt az egész műveletet. Onnantól kezdve azt már látjuk, hogy Bakhmut eleste után gyakorlatilag az ukrán védelmi vonalak utolsó vonala az, amiben visszahúzódtak az ukrán katonák. Tehát az oroszok részéről, ha ezt az utolsó védelmi vonalat áttörik, akkor ha valaki a térképre ránéz, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a következő védhető földrajzi terület az a Nyeper folyó, hiszen alföldi részről beszélünk, az ukránok az orosz támadást megelőző 7-8 évben nagyon tudatosan építettek ki olyan védelmi rendszert, ami adott esetben a városokon belül is nagyon komoly ellenállásra késztette az oroszokat. Ezt láttuk, hogy milyen sikeresen építették ki, akár Mariupolnál, akár most Bakhmutnál hogy hosszú-hosszú hónapokig kellett az oroszoknak egy nagyon komoly áldozatokkal járó városi harcot fölvállalni, hiszen majdnem azt mondja, hogy minden épületet egy-egy erődítményi alakítottak át. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy idáig az ukrán hadsereg messze erején felül teljesített, ám most, hogyha ez az ellentámadásuk kudarcot vallana, Onnantól kezdve az ukrán hadsereg egy nagyon nehéz helyzetbe került, jár és a kora ősz folyamán. Mit lehet elmondani arról, hogyha egy hasonló ilyen, hát akár most így nevezem, de nem, majd javítson ki maximum, hogyha, ha, ha ez nem pontos, de ha egy hasonló ilyen provokatív cselekmény történik, mint mondjuk a, egy rakétabecsapódás, vagy hasonló helyzet, a NATO, illetve a, a, a különböző szövetséges erők, mennyire vannak erre az opcióra felkészülve. Ugye azt láthattuk, hogy a lengyel rakét esetében ugye egy elég megfontolt és, és higgadt reakcióval reagáltak a kialakult helyzetre. Van olyan forgatókönyv, amelyben olyan helyzetet idézhet elő akár Ukrajna, akár Oroszország, gondolom ebben a helyzetben inkább Ukrajna érdekelt ebben, amelyben egy akár nem várt reakciót is előprovokálhat? É, igen, én azt gondolom, hogy ez az opció éppen az elmúlt néhány nap eseményei kapcsán alapvetően fajsúlyosabbá vagy komolyabban vehető lehetőségé vált. Ugyanakkor abban önnek tökéletesen igaza van, hogy idáig úgy a NATO megfelelő vezetői, illetve a NATO tagországok azon része, amely aktívan részt vesz ebben a háborúban, és az oroszok részéről is, egy meglehetős visszafogottság, vagy megfontoltság volt, amit tapasztaltunk, és ez talán még annyit, hogy azért az is kiszivárgott, kiszivárogtatták, hogy orosz és amerikai részről nem klasszikus információs diplomáciai csatornákon, hanem hírszerzői, hitkosszolgálti csatornákon keresztül, de folyik egyfajta kommunikáció. Én úgy gondolom, hogy a mi számunkra ez abból a szempontból lehet hogy ezek a kommunikációs uh, csatornák élnek, tehát egy ilyenfajta uh, provokatív eszkaláció esetén van egy telefon, amit uh, mind a két oldalról föl tudnak venni, és ezáltal elejét venni annak, hogy beláthatatlan következményekkel egy újabb uh, szakaszába lépjen ez a háború, ne hogy Isten, akár az atomfegyverek vonatkozásában is. Kicsit átkanyarodva az aktuálisan kialakult helyzetre, hiszen ugye ettől is rengeteg, sőt, és és igazából ettől fog függeni az, hogy az előbb említett helyzetek, kialakult öm, forgatókönyvek, azok meg fognak-e valósulni, vagy nem. Mit lehet arról elmondani, hogy jelen pillanatban az oroszok és az ukránok milyen stratégiában gondolkodnak a háború folytatását, illetően akár a kialakult természeti katasztrófákat tekintve, de akár az ön által említett különböző forgatókönyveket és opciókat tekintve, mi most a két félnek a maguk megítélése szerint a legkelendőbb vagy a leginkább követendő opció? Én azt gondolom, hogy az oroszok alapvetően a következő hónapokban nem változtatnak az eddigi stratégiájukon, hiszen látjuk azt, hogy ez a lassú, szisztematikus felőrlő, alapvetően tüzérségre alapozott stratégia idáig az ő szempontjuk be, bevált, hiszen eh, jelentős veszteségeket tudtak okozni úgy eh, technikai, mint eh, humán szinten az ukrán haderőnek. Eh, tehát én azt gondolom, hogy eh, az oroszok most erre eh, a közel 800 kilométeres elnyújtott frontvonalra eh, egyrészt beásták magukat, másrészt megerősítették eh, a fronton szolgáló katonai létszámot, eh, technikai utánpótlást és a hadiparukat is átalakították egyfajta háborús termelésre. Tehát, hogy úgy mondjam, őket az idő most nem sürgeti. Nyilvánvalóan, hogy egyfajta aggodalommal várják ezt az ukrán ellentámadást, de ha ezt nekik sikerül kivédeni, akkor egy ilyen hasonló, szisztematikus és azt kell, hogy mondjam, hogy lassú, felőnőtt stratégiát fogunk látni az oroszok részéről, amennyiben nem omlik össze az ukrán hadsereg. Hiszen egy 50-60 ezer főt csoportosítottak át, és képeztek, és szereltek fel erre a most már azt mondjuk, hogy nyári offenzívára fölkészülve. Tehát a következő kérdés az ukránok részéről, hogy arra is áttérjünk, az lesz, hogy ez a erőösszevonás úgy humán oldalról, mint fegyverzet és tartalékok vonatkozásában mire lesz elegendő. Hiszen látjuk azt, hogy az ukrán politikai vezetés nagyon magasra rakta a Azt mondja, hogy minden négyzetcentiméter fog szabadítani, alapvetően a krímet célozzák meg, mint egy, az oroszok számára egy legfájdalmasabb adott esetben célpontot. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy az ukrán vezetés számára az a fajta stratégia várható, hogy erre a támadásra, mint a roulette mindent egy tettek föl. Hogy aztán ez bejön vagy nem, ez egy dupla vagy semmi játék, és ez annál inkább kockázatos, én azt látom, hogy nem véletlen az, hogy az ukrán politikai vezetés a légvédelmének a megerősítését szeretné elérni a nyugati beszállítóktól, tekintettel arra, hogy nem merik a frontvonal közelébe vinni a nagyon jól dolgozó patriot védelmi rendszereket, hiszen az oroszok szisztematikusan dolgoztatják őket Kijev a más ukrán nagyvárosok, illetve védendő katonai és infrastruktúrális objektumok környékéről. Ezáltal viszont azt érik el az oroszok, hogy az ukrán feltételezett nyári támadás nincs megfelelő légvédelmi biztosítással ellátva. Magyarul az orosz haderő már most is 10.000 méter fölött a stratégiai nehéz bombázói komoly károkat tudnak okozni az infrastruktúrában és az ukrán hadsereg utánpótlásában. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy az ukrán hadvezetés azért a ha cillár még az támadás elindításával, mert félnek attól, hogy ez a támadás a levegőből lesz olyan csapások által megsemmisítve, amiután az ukrán hadsereg még egy ilyen erőcsoportosítást hosszú hónapot így nem fog tudni összerakni. A harcok mikéntjéről mit lehet elmondani, hogy klasszikus frontháborúra, frontharcra lehet számítani majd a nyár folyamán, vagy a héten történtekhez hasonló őrületek is az asztalon vannak még? Én azt gondolom, hogy mind a kettőre. Tehát a, a, a héten tapasztalt őrületek kapcsán is lehet erre számítani, de azokra az őrületekre is, ami az elmúlt egy hónapon belül történt, hogy diverzás csapatok például betörnek orosz -Szeremetre. Tehát az ilyen fajta műveletekkel, de nyilván az ukrán az oroszok erőit is megosztani, a hátország felé figyelni, illetve az orosz közvéleményt elbizonytalanítani. Tehát egyik oldalról ilyen váratlan taktikai harctéri húzásokra mindkét fél részéről számítani kell és lehet. Ugyanakkor alapvetően ez a front háború az, ami a következő hónapokat is jellemezni fogja, kivéve azt az esetet, ha bármelyik fél részről egy elsőprő erőjű támadást tudnak végrehajtani a másik ellen, amire pillanatilag én nem sok esélyt látok. Arról mit lehet elmondani, hogy ezek az önáltal is említett ilyen átcsapások vagy eszkalációs pillanatok, azok melyik félnek ártanak a leginkább? Tehát ebből Ukrajna vagy Oroszország húzhatja hosszú távon a rövidebbet? Ebből Oroszország húzhatja a rövidebbet, tekintettel arra, hogy az orosz közvélemény előtt, hogyha azt tapasztalják az emberek, hogy nem tudja őket megvédeni az orosz vezetés, akkor nyilvánvaló, hogy az ukránok arra számítanak, hogy ezáltal Putyinnak a pozíciói az elnöki székben meggyengülhetnek, illetve aminek jeleit időként látjuk is, hogy különböző felszültségek alakulnak ki, akár a prigozsin-féle Wagner csoport és a az orosz hadügyminisztérium, az orosz hivatásos hadsereg között. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy az ukránok részéről ez egy tudatos belső feszültségkeltés az oroszokon belül, aminek az eredményei azért oda is vezetnek, hogy az orosz katonai vezetés is igyekszik, hogy úgy mondjam, példát statuálni, és ezeket a betöréseket a lehető leggyorsabban és legkeményebben elfolytani. Annál is inkább, hiszen Oroszország az ilyenfajta fenyegetést még a Csecsen háború idejéből már egyszer megélte, és azt gondolom, hogy az orosz közvélemény, ha valamitől fél, akkor pontosan az, hogy még egyszer nem szeretne mondjuk a nagyvárosaiban metrórobantásokat, gáztámadásokat át. Utolsó kérdésként egy olyan kérdést hoznék ide, ami talán sok hallgatót foglalkoztat, ez pedig a Zaporizsiai Atomerőmű kérdése. Mekkora esélyt lát arra, hogy egy hasonló szabotás akció vagy támadás áldozata, áldozata lehet maga az atomerőmű, mint a, a, azok az intézmények, ahhoz hasonlóan, amiket ezen a héten láttunk? Igen, erre azért az elmúlt hónapokban ugye voltak kísérletek, hiszen itt is mindkét fél azzal vádolta a másikat, hogy az erőművet tüzérséggel lőtték, belővések voltak. Több esetben alapvetően én azt gondolom, hogy ez ukrán részről számított egyfajta haszonra tekintett arra, hogy az oroszok elfoglalták az atomerőművet, és innentől kezdve az ukrán kommunikációs térben számítottak arra, hogy ez a, ez a fajta atomkatasztrófával fenyegetés, ez az ukrán politikai vezetés malmára hajthatja a vizet. Jelen pillanatban éppen a kaufkai tározó után felrobbantása után, ugye, napvilágot láttak olyan félelmek is, miszerint az apolizsiai atomerőműnek a vízellátása komoly nukleáris kockázatot jelenthet. Most már azt látjuk, hogy hónapokra azért megvan oldva a vízellátás saját erőből az erőmű közvetlen környezetében. Ez ugyanakkor azért azt továbbra sem zárja ki, hogy ezek a nukleáris létesítmények katonai támadás célpontjaivá váljanak. Ez a lehetőség kint van az asztalon, azzal együtt, hogy én azt látom, hogy sem az orosz és sem az ukránok mögött lévő támogatói kör részéről nem, nem, egyfajta, úgy fogalmazzak, elvárás, hogy egy atom űrületbe fordulják. Magyarul én azt gondolom, hogy ez, hogy a zaporizsiai erőművet támadás érje, vagy más módon provokáljanak ki egy atomfegyver, akár csak egy taktikai atomfegyver bevetését is a fronton, ezt mind a két fél igyekszik elkerülni. Horváth József biztonságpolitikai szakértőnek, az Alapjogokért Központ elemzőinek nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, köszönjük a rendelkezésükre.